Új kerékvágásba kerülhet a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügye. A Maros megyei prefektúra jogászai szerint a tanintézmény már 2014-ben törvénytelenül jött létre. Az RMDS válaszként most olyan tervezeten dolgozik, amellyel új tanintézmény létrehozását írja elő. Ez arról is rendelkezne, hogy a 2018-2019-es tanévben induló új intézmény átveszi a jelenlegi katolikus líceum diákjait és tanárait. 10 oldalas átiratot küldött a Maros megyei kormánybiztosi hivatal a Marosvásárhelyi önkormányzatnak, amelyben leírja, a Római Katolikus Teológiai Líceum törvénytelenül jött létre 2014-ben, azóta sem működik törvényesen, és a Városi Tanács iskola megmentési próbálkozásai is csak újabb törvényszegés irányába mozognak. Az RMDS szerint a tanintézménynek azonban biztosítani kell a folytonosságot. A szövetség már nem a mostani megmentésén, hanem egy új iskola létrehozásán dolgozik. Erről Vas Levente parlamenti képviselő nyilatkozott híradónknak. Ennek a csomagnak, kidolgozott csomagnak az egyeztetésére fogjuk majd felkérni a szülőket, és csak azután döntünk, hogy milyen irányba fogunk elindulni. Jelen pillanatban abban a fázisban vagyunk, amikor pontosítjuk az egyik lehetséges utat, pontosabban egy új iskola alapításának a lehetőségét próbáljuk körülvonalazni és jogilag megtámadhatatlannak összeállítani. A Maros megyei prefektúra álláspontja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, hogy minden próbálkozás a hivatal jogászainak a golyos tollába ütközik majd. A kormánybiztosi hivatal átiratáról a sajtóból értesültek a megyei tanfelügyelőségen. Nem kaptunk abszolút semmi értesítést. Őszintén én személy szerint nagyon el vagyok keseredve, nem tudom hogyan tovább, és lehet, hogy ezen az úton is megkérnem mindenkit, hogy aki felelős ezért, hogy vállalja a felelősséget, és intézzük el ezeknek a gyermekeknek a helyzetét. Hát abszolút minden határidő le van járva, kezdődnek a vizsgák, beiratkozások, és nem tudom, hogy hogyan tovább lesz ezekkel a gyermekekkel. Híradónk az Oktatási Minisztérium álláspontjára is kíváncsi volt az ügyben. A szaktárca illetékesei sem kapták még készhez a prefektúra átiratát, de nagy eséllyel Marosvásárhelyre küldik a kormány ellenőrző testületét, hogy vizsgálja meg a tanintézmény körül kialakult helyzetet. Addig viszont iratkozni nem lehet a Katolikus Teológiai Líceumba, a most ott tanuló diákok helyzetét pedig egyre több kérdőjel veszi körül.